Köszöntöm Önöket, ez a Pannon TV híradója, Király Noémi vagyok. December 9-e van Natália névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap kiemelt hírei röviden. Jövő szerdán találkoznak az Európai Unió vezetői, valamint a nyugat-balkáni országok képviselői. A térség uniós integrációjáról egyeztetnek a politikusok. Emelkedik a nők nyugdíjkorhatára Szerbiában. Jövő vasárnap választunk, dübörög a kampány országszerte. Örök nyugalomra helyezték Guba Évát, a Pannon RTV újságíróját. A Belgrád és Pristina közötti kapcsolatok normalizálása, az EU és a térség országai külpolitikájának összehangolása, valamint a régió gazdasági növekedési terve. Ezek lesznek a legfőbb témái az Európai Unió vezetőinek, valamint a nyugat-balkáni országok képviselőinek tanácskozásán Brüsszelben. Az eseményre szerdán, azaz december 13-án kerül sor. A szerbiai rádió és televízió értesülései szerint a csúcstalálkozón egy nyilatkozatot fogadnak el, amely megerősíti a nyugat-balkán EU tagságának perspektíváját, valamint a régi országainak elkötelezettségét a reformok és az uniós értékek mellett. A szövegben úgy fogalmaznak, az EU bővítése geostratégiai befektetés a kontinens békéjébe, biztonságába, stabilitásába és jólétébe. A nyilatkozat emellett kiemeli az EU azon szándékát, hogy előkészítse a talajt a nyugat-balkáni államok uniós tagságához, és már a csatlakozási szakaszban néhány előnyhöz juthathassanak az érintett országok. Tovább kell dolgozniuk a nőknek, január 1-től megváltoznak a nyugdíjba vonulás feltételei Szerbiában. A köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap bejelentette, hogy 2024. január 1-től új nyugdíjazási feltételek lépnek életbe. A nők korhatára 2 hónappal kitolódik, vagyis a nők 2024-től 63 év és 8 hónapos életkor, és legkevesebb 15 munkaév után mehetnek nyugdíjba. A férfiakra továbbra is ugyanazok a feltételek vonatkoznak, 65 éves életkor és legalább 15 munkaév, közölte az alap. Hozzátették, hogy a törvény szerint 2032-ig kell a nők korhatárát eltolni, amikor is mindkét nem esetében egyenlőek lesznek a feltételek, 65 éves kor és legalább 15 év munkaév. 10 000 dinárt kaphatnak a közigazgatási egységek alkalmazottai, mondta Anna Brnabić, miután egyeztetett a közigazgatási szakszervezetek képviselőivel. Mint elhangzott, a pénzt abban az esetben kapják meg az alkalmazottak, amennyiben a helyi költségvetésben tudnak anyagi forrásokat biztosítani erre a célra. A kormány javaslatot fog átadni mindenkinek az egyszeri segély kifizetésére, szögezte le a kormányfő. Az ülés Brnabić és a szakszervezetek között azzal a céllal jött létre, hogy megállapítsák az állami és a helyi közigazgatási szervekben dolgozók anyagi helyzetének javítására irányuló intézkedéseket. Választások 2023. Választási kampánya keretében regionális lakossági fórumot tartott a Vajdasági Magyar Szövetség Nagybecskereken. Bemutatkoztak a párt tartományi és köztársasági listáján szereplő bánáti jelöltek is. Gulyás Gergely, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter az eseményen arra kérte a szavazópolgárokat, hogy jövő vasárnap szavazzanak a VMS-re. A fórum a himnusz éneklésével kezdődött, majd az egybegyűltek egy perces néma felállással Pásztor Istvánra, a Vajdasági Magyar Szövetség közelmúltban elhunyt elnökére emlékeztek. Apám mindig büszke volt a bánáti származására, és mindig kiemelte a bánátiak szívosságát, kitartását, keménységét, azt, hogy generációk óta ezt a nehéz bánáti földet művelik, és ez az élet más területein is meglátszik, hiszen olyan kitartással vérteződnek föl, aminek köszönhetően az itt élő embereknek a hitével, munkabírásával soha nem volt probléma. Arra kértem a bánátiakat, hogy támogassák a Vajdasági Magyar Szövetséget december 17-én mindkét szavazólapon.
Kovács Elvira kihangsúlyozta, hogy a szorványban élők mindig tudták, hogy kire kell szavazni. Mindannyian egészen Észak-Bánáttól Dél-Bánátig tudjuk, hogy mi a dolgunk december 17-én. Érzik a választások fontosságát, tétjét, rendkívül fontos elsősorban önazonosságunk megőrzése szempontjából, a kis létszámú tagozatok megőrzése szempontjából, illetve művelődési egyesületeink, civil szervezetünk, szervezeténk támogatása céljából, hogy mindannyian ott legyünk, és a hatos szám bekarikázásával mindkét listán erősítsük a VMS-t. Bánátban 20 millió eurónyi támogatás érkezett Magyarország kormányának támogatásának és a VMS kezdeményezésének köszönhetően, ugyanakkor az erős magyar érdekképviselet a hazai fejlesztési eszközöket is lehetővé teszi. Gondot viselünk a legkisebb szórvány közösségekről is, ki, hanem a Vajdasági Magyar Szövetség. Az útinfrastruktúrába fektetett pénzek Múzsján, Székelykevén vagy Szajánban vajon ezeken a magyar lakta területeken landoltak-e volna, vagy valahol máshol, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség nincs jelen önkormányzati tartomány országos szinten a döntéshozatalban. Ez december 17-e tétje, és ezért kérek mindenkit, hogy menjen el választani december 17-én, és 2-6-ossal a Vajdasági Magyar Szövetséget támogassa. Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy az anyaország különböző módon viszonyult a határon túli magyarsághoz. A fordulat Antal József nevéhez köthető, majd pedig a 2010 utáni nemzetpolitika, amely a választójogot kiterjesztette a határon túl élő magyarokra is. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a Vajdaság e tekintetben a legjobban szervezett nemzetrész, és hogyha önök ilyen mértékben tüntettek ki bennünket a bizalmukkal utoljára 2022-ben több mint 60 ezer, egész pontosan 68 ezer szavazattal, akkor semmiféleképpen nem szabad, hogy azok, akik magyarként itt küzdenek a magyar érdekképviselet megjelenítéséért, kevesebb szavazatot kapjanak. Ezért is kérek mindenkit, hogy jövő vasárnap menjen el és szavazzon a VMS-re és a VMS jelöltjeire. A rendezvényen Török Kanizsa, Csóka, Nagy Kikinda, Nagy Becskerek, Bega Szent György, Magyar Csernye, Török Becse, Versec, Zicsi falva, Szécsány, Kevevára, Antalfalva és Pancsova községek képviseltették magukat. Választások 2023. Végső nyughelyére helyezték Guba Évát. Kollégánk hosszabb ideig tartó betegség után távozott az élők sorából. Családja, barátai, munkatársai kísérték őt utolsó útjára az adai katolikus temetőben. Guba Éva 2020 óta volt a Pannoner TV munkatársa, mint tiszamenti tudósító. Így Zentán és Adán, valamint a környező falvakban, városokban járta a terepet. Nem csak a híradó számára készített riportokat, több műsor elkészítésében is fontos szerepet játszott. Guba Éva 39 éves volt. Emléke örökké velünk marad. Nyugodjék békében. Elmélkedés, gyónási lehetőség és emlékmise Huzsvár László püspök atyáért. Ezek képezték a keresztény értelmiségi kör által szervezett adventi lelki napot. Vajdaság 19 településéről érkeztek a hívők a Horgosi Dómusz Pácisba. Mekkora ereje van a hitnek, és mekkora erő kell ahhoz, hogy merjük gyakorolni. Többek között ezzel kezdődött az elmélkedés első része. Szilágyi Edit minden lelki napon részt vesz, hiszen, mint mondja, számára nagy lelki feltöltődést ad. A remény az a keresztény ember kiváltsága, vagy ajándék a keresztény embernek, mert tényleg mindig azt szoktuk mondani, hogy a keresztény ember nem aggodalmaskodik, hanem hisz. Ha hisz, akkor reméli, hogy el tudja fogadni azt, ami Istennek tetsző út, és ezt az utat, ezen az úton haladni és remélni, hogy az a fény az valódi, és hogy nem fog mi általunk kialudni. Az adventi időszakban az Istentől jövő fényt várjuk, mondta előadásában Világos Miklós moholi plébános. Amikor minden sötét, a remény lángja az emberben él, és a legrosszabb helyzetben is reméli, hogy jobbra fordul a dolog. Ez egy ilyen belénk öntött tulajdonság, de ahhoz, hogy ennek a lángját ugye megőrizzük, meg a hitnek a lángját megőrizzük, meg a sötétben tudjunk egy kis fény lenni, ahhoz ezt
hogy mondhatnánk így is, hogy saját magunkban kell ezt az olajat néha a lelkünk lámpásában után tölteni. Na, erről szólt volna körülbelül az első elmélkedésünk. A Lelki nap második része a Megszabadulsz rabságodból címet viselte, amelyben arról elmélkedtek, hogy az embernek meg kell értenie, mi is a szabadság. A keresztény értelmiségi kör megalakulásától szervezi a nagybőjti és adventi lelki napokat. Azon kívül, hogy adventi lelki napot tart a keresztény értelmiségi kör, mi ápoljuk Húsvár püspök úrnak az emlékét is, és a mai összejövetelt egy szentmisével fogjuk zárni, amit Húsvár püspök úr emlékének szentelünk. Az esemény a magyarországi Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával valósult meg. A Kárpát-medencében a nemzet részeknek támogatniuk kell egymást, írta a dr. Pásztor Bálint Facebook bejegyzésében. A Vajdasági Magyar Szövetség megbízott elnöke hozzátette, nyomós oka volt annak, hogy ma délelőtt, ha csak rövid időre is, de ellátogatott Felvidékre, Szlovákiába, a szövetség második országos kongresszusára. A párt elnökének, Forró Krisztiánnak ugyanis a Máérten ígéretet tett arra, hogy a kampányhajrá ellenére is elmegy és átadja a VMS üzenetét a felvidék magyaroknak. Édesapám is mindig elment a testvérpártokhoz Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, Drávaszögbe, Szlavóniába, írta dr. Pásztor Bálint, és megköszönte felvidéki nemzettársaink biztatását, és sok sikert kívánt nekik az előttük álló kihívásokhoz. A VMS megbízott elnöke telefonon nyilatkozott a Szabadkai Magyar Rádiónak, az interjút a hétfői napindítóban hallgathatják meg. Egységes fordítások Vajdaságban címmel tartott fordítás tudományi konferenciát a Magyar Nemzeti Tanács Szabadkán. Az előadók személyes tapasztalatokat osztottak meg egymással, valamint a vajdasági fordítás tudomány aktuális kérdéseit is megvitatták. 5 szakmai előadással készült a Magyar Nemzeti Tanács az Egységes Fordítások Vajdaságban elnevezésű fordítástudományi konferenciára. Buckó György előadásában a bírósági eljárások során felmerülő nyelvhasználati jogok csorbításáról beszélt. Elsősorban arra kívánok kitérni egy konkrét jogesetre, amikor a bírónő, aki az eljárást vezette, alkalmaz egy bírósági fordítót, az ügyfelek magyarországi magyarok egy szót nem értenek szerbül, a bírónő egy szót nem ért magyarul, a fordító pedig nem csinálja a munkáját, abból kifolyólag, hogy nem jogász, holott ugye az még nem akadály, hogy bírósági fordító legyél, de illene a jogi kifejezéseket megtanulni, méghozzá helyesen. A nyelvhasználati jogok élvezéséhez elengedhetetlen a megfelelő fordítói szakember, valamint az, hogy egységesek legyenek ezek a fordítások, mondta Lakatos Adrián, az MNT Hivatalos Nyelv- és Íráshasználati Bizottságának elnöke. Amikor meghallgattuk azt, hogy mik azok a problémák, amik nap mint nap előfordulnak, amikkel az emberek legtöbbet találkoznak, akkor tudunk összpontosítani a megoldásra, és erre tökéletes egy ilyen tanácskozás, ahol mindannyian jelen vagyunk, és ahol olyan emberek ülnek össze, akik benne vannak a témában, és akik tenni akarnak azért, hogy javítsunk a jelenlegi helyzeten. A tanácskozás kerekasztal beszélgetéssel zárult, amely során az előadók a konferencia kapcsán felmerült kérdéseket vitatták meg. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Molnár Judit felvidéki újságíró érdemelte ki a Kosztolányi díjat a visegrádi 3. Kárpát-medencei magyar média találkozón. Gól nélküli döntetlent játszott a topolyai TSC a Kragujevaci Rádnicski ellen a szerb labdarúgó szuperligában. Elfogadta az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek jogairól szóló új törvényt, amely az ukrán kormányzat szerint figyelembe veszi az Európa Tanács és szerveinek szakértői véleményét, és az orosz ajkúak kivételével számos területen visszaállítja a kisebbségek korábbi jogait. A parlament 2 korrupció ellenes jogszabályt, valamint a lobby törvényt is elfogadta pénteken. Ezek Denis Smihál miniszterelnök véleménye szerint együttesen lehetővé teszik, hogy megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások az Európai Unióval.
Kijevvel. A jogszabályokat már Volodymyr Zelenszkij elnök is aláírta. Az Ukrinform jelentése szerint az új kisebbségi törvény javasolja, hogy módosítsák Ukrajna számos, a kisebbségek jogait érintő jogszabályát. A helyi önkormányzatokról, a felsőoktatásról, a közoktatásról, az államnyelvről, valamint a médiáról szóló törvényt is. Október végéig meghaladta a 4,2 milliót azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenesen védelmet biztosító menekült státuszt kaptak az Európai Unió valamely tagállamában, tájékoztatott az EU statisztikai hivatala. Az Eurostat közlése szerint a 2022. február 24-én kezdődött háború elől Ukrajnából elmenekülteket továbbra is enyhén növekvő számban regisztrálták ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak a gyerekeik, pedig állami iskolába járhatnak. A háború kezdete óta az Ukrajnából érkező menekülteknek a legtöbb ilyen jogállást Németország, Lengyelország és Csehország biztosította. Az ideiglenes védelemben részesülők 46%-át nők, 33%-át 18 évesnél fiatalabb kiskorúak, 20%-át pedig felnőtt férfiak teszik ki. Folytatódik a háború Izraelben. Tegnap este izraeli harci repülőgépek bombázták a gázai övezetet. Találatok érték az enklávé déli részét is, azt a területet, ahová a palesztin civileket evakuálták, írja az AP amerikai hírügynökségre hivatkozva a Tanjug. Az izraeli védelmi erők bejelentették, hogy csapataik egy nagy alagút hálózatot fedeztek fel, és semmisítettek meg Gáza Sehia negyedében. Közben a háború egyre nagyobb területen zajlik. Az Irán által támogatott Hezbollah libanoni fegyveres csoport három tagja vesztette életét egy izraeli dróntámadásban Szíria délnyugati részén, írja a Reuters Damaszkuszhoz közeli helyi forrásokra hivatkozva. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött Visegrádon a harmadik Kárpát-medencei magyar média találkozó. A magyarországi eseményen elhangzott, létrejött a nemzetegyesítés, fontos, hogy a média is része ennek az egész történetnek. Ezen a területen pedig rengeteg módon lehet fejlődni, együttműködést megvalósítani. A média folyamatosan változik, az ehhez való alkalmazkodás rendkívül fontos. A közösségi média elterjedésével tulajdonképpen mindenki médiakészítővé vált. Ebben az új helyzetben kell megtalálnia a jelenlegi sajtónak a helyét, elhatárolni a lényegest a lényegtelentől, a valóst a valótlantól. Ez a legnagyobb kihívás napjainkban. Legyünk képesek arról gondolkodni, hogyan tudunk mi magyarok választ adni a jövő kihívásaira. Minőségi kommunikáció a cél, a valóság közlése a cél. Ennek kell lebegnie a sajtó munkatársai előtt, hangsúlyozták a résztvevők. Én azt kívánom ezen a mai napon is, hogy bizony legyünk képesek gondolkodni arról, hogy a jövő kihívásaira hogyan adjunk választ. A jövő jogi kihívásaira és a jövő média kihívásaira. Hogyan fogunk tudni mi magyarok és a magyar kommunikátorok, akik felszentelt kommunikátorai, a magyar újságírás, a magyar média szakemberek hogyan tudnak ezekre a kérdésekre választ adni, hogy minőségi kommunikáció legyen, a valóságot legyünk képesek közvetíteni olyan módon, hogy az el is jusson a hallgatósághoz, és képesek legyünk elhatárolni a jelentőst a jelentéktelentől, és a valóst a valótlantól. Azért vagyunk most itt együtt, mert mi magyarok vagyunk, mi a nemzet egységét építjük 15. éve, jelentette ki Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár a harmadik Kárpát-medencei magyar média találkozó megnyitóján Visegrádon. Hangsúlyozta, fontos, hogy hálózatokat hozzunk létre, amelyek a magyar kormány támogatásával működnek. Ugyanakkor ezeknek a hálózatoknak önállóan is fenn kell maradniuk, szögezte le. Nem feltétlenül a médiáról van szó, de a különböző pedagógus egyesületek más szervezetek esetéről is. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem csak az a fontos, hogy szakmai kapcsolatban legyünk egymással, hanem az is legalább annyira fontos, hogy egymás barátai legyünk. És ezek a találkozók is lehetőséget teremtenek arra, hogy a baráti kapcsolatokat is tovább tudjuk mélyíteni. A média találkozón olyan témák kerülnek szóba, mint a régió sajtójának helyzete, kilátásai, lehetőségei, új kihívások és technológiai megoldások a sajtóban. Nagyon szépen köszönöm, hogy a politika támogatása mellett
amellyel egyfajta értékközösségben és érdekközösségben vagyunk, tudunk mi most szakmailag megnyilvánulni. Szerintem ez egy nagyon fontos, szimbolikus pillanat ilyenkor mindig, amikor nagyon fontos politikai aktorok nagyon fontos gondolatokat osztanak itt meg velünk, de aztán, mert ez mégiscsak egy szakma, amit mi művelünk, erre, és leginkább erre tudjuk közös erővel a figyelmünket fordítani. Ehhez kívánok erre az előttünk álló időszakra tekintve magunknak sok sikert, jó kedvet. A résztvevők szerint rendkívül fontos a külhoni magyar közösségek média szakembereik közötti kommunikáció, összetartás és közös gondolkodás. Egyértelmű, hogy ez szakmai tanácskozások, ezek fejlesztésére kiváló lehetőséget biztosítanak. A magyar ügy érdekképviseletében tett fáradhatatlan munkájáért a felvidéki Molnár Judit, a Ma Hét média család főszerkesztője kapta a Kosztolányi díjat a média találkozón Visegrádon. Az elismerést második alkalommal ítélte oda a Magyar Nemzeti Média Szövetség. Májer Erika, a szövetség alelnöke laudációjában azt mondta, Molnár Judit munkaszeretete irigylésre méltó, ami mindenkinek jó példa lehet. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a díjátadás előtt megköszönte a résztvevőknek, hogy minden kárpát-medencei magyar lakta településen tettek az elmúlt időszakban a hiteles tájékoztatásért. A mi munkánk azt, hogy elhitessük az emberekkel, hogy meggyőzzük őket, hogy nagyon jó magyarnak lenni, még a felvidéken is nagyon jó magyarnak lenni. Ez egy büszkeség, ez egy kultúra. Mi ránk úgy néznek a szlovákok, hogy irigyelnek bennünket, még félnek is tőlünk, mert nem tudják, hogy már nem kell. Tehát lenne mire büszkének lennünk, és hát mi meg tegyük a dolgunkat, hogy elhitessük az emberekkel, hogy fogadják el, hogy van magyar élet a felvidéken, és ez egy nagyon gazdag élet lehet. Előadásokkal és panelbeszélgetésekkel folytatódott szombaton a média találkozó Visegrádon. A résztvevőket a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója köszöntötte. Altorjai Anita beszédében hangsúlyozta, a mesterséges intelligencia egy olyan innováció, ami a fejlődéssel együtt egzisztenciális kihívást is jelent. Ennek köszönhetően ugyanis alapjaiban változik meg a média világa, beleértve a fogyasztókat is. Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár pedig a közösségi hálózatok kiépítésének fontosságáról beszélt. Arra kérek mindenkit, kedves kollégák, legyetek kedvesek, álljatok fel, és gondoljunk ezekre a kiváló harcostársainkra, kollégáinkra. A panelbeszélgetések előtt a résztvevők egyperces néma csenddel emlékeztek meg a nemrég elhunyt Pásztor Istvánról, a Vajdasági Magyar Szövetség volt elnökéről, és Gubaiváról, a Pannon RTV tiszamenti tudósítójáról. Hol tartunk és merre megyünk? Egyebek mellett ezzel a címmel is szerveztek egy panelbeszélgetést a harmadik Kárpát-medencei magyar média találkozón, amelynek a témája a Kárpát-medencei magyar média jelenlegi helyzete és a jövőbeni kihívások voltak. A Pannon RTV televíziót, rádiókat és egy hírportált is működtet, ismertette médiaházunk munkáját Bálint Csaba. A Pannon Televízió főszerkesztője kiemelte, az említett felületek között vannak átfedések, ezt pedig ki kell használni a mai felgyorsult világban. Szerkesztőségünk továbbá igyekszik lefedni Vajdaság teljes területét. Ehhez a tudósítóhálózatunk is nagyban hozzájárul, mondta a panelbeszélgetésen. Az utóbbi időben a migráns helyzet miatt pedig golyóálló mellényeket is kellett vásárolnia a Pannon RTV-nek. Időszakosan előjönnek olyan dolgok, amiket kezelni kell, reagálni kell rájuk, és igazából a munkánkat rendkívüli módon megnehezíti. Tehát nem is gondolná az ember igazából, tehát hogy fegyverropogás, meg ilyen történetek vannak. Igyekszünk alkalmazkodni, és a Pannon RTV igyekszik a kollégáknak mindent megadni, hogy biztonságban dolgozhassanak. Gazsuel Ferenc, a beszélgetés moderátora méltatta a Pannon RTV működését. A Magyar Nemzeti Média Szövetség elnökségi tagja kiemelte, hogy ebben nagy szerepe van a magyar kormány támogatásának is. Elmondta, szövetségük mindig igyekszik segíteni a külhoni magyar stúdiókat. A Kárpát-medencei magyar médiában dolgozók között fontos a folyamatos kapcsolattartás. A kárpátaljai TV21 Ungvár vezérigazgatója ennek kapcsán kiemelte, ők is együttműködnek a többi külhoni szerkesztőséggel a budapesti mellett.
A Pannon Televízió közügyek című hírháttér műsorában például rendszeresen adunk le anyagokat, amelyek a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetéről szólnak. Most ez az együttműködés nálunk tart, nincs benne gond, aki hozzánk fordul, minden további nélkül hozzáférhetnek az anyagainkhoz is, viszont tehát ez két irányú utca. Tehát ilyen szempontból nálunk nincs probléma. A panelbeszélgetésen részt vett még Molnár Judit, a felvidéki Mahit média család főszerkesztője, Szűcs László, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke, továbbá Végi József, a Szlovén RTV igazgatósága elnökének az őshonos magyar közösség rádiójáért és televíziójáért felelős helyettese. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a magyar kormány által kezdeményezett és január 1-től próbaüzembe lépő nemzeti virtuális tér jó megoldást jelenthet a külhoni magyar területek számára a sportközvetítésekhez való hozzáférés terén. A média találkozó panel beszélgetéseinek folytatásában emellett szó volt még a mindig megújuló kihívásokról, az új technológiákról és az utánpótlás nevelésről is. Választások 2023. Hagyományos évzáró fogadást tartott pénteken este a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki városi szervezete, amelyen Vicsek Anna Mária, a VMS alelnöke tájékoztatta a jelenlévőket az évben zajlott tevékenységeikről. Vicsek Anna Mária 6 pontban foglalta össze a városi szervezet eredményeit. Az oktatás, a kultúra, az egyházak, a beruházások, a civil szervezetek és a hivatalos nyelvhasználat terén. Ezek közül a legfontosabbak. A magyar középiskolás gyerekek ingyenes tankönyveinek biztosítása, az eddigi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ intézetté való átalakítása, az utcák és a közintézmények neveinek magyar nyelvű kiírása, valamint a Pirosi és a Tisza-Kálmán-falvi kerékpárút kiépítési munkálatainak megkezdése. Az, amivel még adósak maradtunk, illetve nem mi maradtunk adósak, hanem a város maradt nekünk adós, a 44-es, 45-ös ártatlan áldozatoknak a szobra, ugyanis már évekkel ezelőtt megtörtént a városi képviselőtestületnek a döntése. Ennek vonatkozásában a szobor elkészült, a pénzek megvoltak rá, tehát most már csak annyi kell, hogy fel legyen szerelve. Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök Vrányében a szerb haladópárt köré tömörült lista választási gyűlésén kijelentette, hogy tárgyalások folynak egy új befektető érkezéséről a városba. A beruházó 1500 embert foglalkoztat majd, bejelentette, hogy új stadiont építenek, és 4 év múlva az új haladó kormány mandátumának lejártáig Szerbiában 1400 euró lesz az átlagfizetés. A gyűlésen felszólalt Alekszandar Vučić is, aki november elején mondott le a biztonsági és információs ügynökség igazgatói posztjáról, korábban pedig több különböző minisztériumot is vezetett. A Szocialisták Mozgalma elnöke elmondta, 12 éve tart ki Vučić elnök mellett. 17. decembra odlučujete o budućnosti sobstvene dece, odlučujete o Srbiji koja neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, koja neće priznati Kosovo, koja neće napustiti Republiku Srpsku. Győzhet az önkormányzati választáson a Szerbia az erőszak ellen koalíció Belgrádban, Kruševácon, Kragujevácon, Králjevóban, Knígyben, Smederevóban. Legalábbis ebben hisz a Szabadság és Igazságosság párt vezetője. Dragan Gyilas volt belgrádi polgármester, a lista harmadik helyén szereplő politikus szerint a köztársasági szintű győzelemhez az szükséges, hogy 5%-kal többen jelenjenek meg ezeken a választásokon, mint a korábbin. Úgy gondolom, hogy ez reális és lehetséges, mondta Gyilas a Danasnak adott interjújában. Az ellenzéki politikus rámutatott, hogy 6 hónapot vesz igénybe az állam dekriminalizálása. A technikai kormány feladata pedig az lenne, hogy megállítsák az elszabaduló árakat, felszabadítsák a médiát és tisztességes és becsületes választásokat szervezzenek. Választások 2023. 25. alkalommal szervezte meg az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete a himnusz és szózatszavaló versenyt. A megmérettetésnek a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar adott otthont. Megtelt a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar díszterme fiatalokkal, ugyanis 28 oktatási intézmény mintegy 60 diákja érkezett a szavaló versenyre. Fodor Mirella a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskolából jött. Vörös Marti Mihály versét mondta.
Ez a vers nekem egy nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy egy fontos szerepe van, és nagyon szeretem. Hogyan készültetek erre a versre? Minden nap gyakoroltunk, minden óráról szinte kikértek, és sokat gyakoroltunk erre, és nagyon izgulok, és remélem, hogy sikeres lesz. Idén először egyetemisták is részt vehettek a versenyen. Azért is fontos, mert én nagyon szeretek verseket mondani igazából, és nagyon átérzem ezt a verset, mert nagyon magaménak érzem most így ebbe a környezetbe. Tiszán, Dunának, Árpád hős magzatjai, felvirágozán. A versenyzőket 6 tagú zsűri értékelte. A Szomszédok teleregény Almája, Fehér Anna, Jászai Mari díjas színésznő elmondta, arra a hatásra figyelnek, ami a szavalók lelkéből jön. Arra az érzelemre vagyunk kíváncsiak, amit ez a nyelv, ez a csodálatos nyelv, mert megszólaló, ami a mi nyelvünk, megszólaló himnusz, mit vált ki ezekből az ifjú lelkekből. Nekem ez az alapvető kíváncsiságom ebből a dologból, erre fogok csak figyelni. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete idén 25. alkalommal szervezte meg a hagyományos himnusz és szózatszavaló versenyt. Nyelvi kultúránkat, szellemi örökségünket visszük tovább ezáltal, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy fiataljaink, diákjaink ezt a szellemiséget magukévá tegyék, és hogy elmondják ezt a költeményt. Minden résztvevő emléklapot kapott, a díjazottak pedig könyvjutalomban részesültek a Szabadkai Magyar Főkonzulátus jóvoltából. Számos szórakoztató és ünnepi programmal nyitotta meg kapuit péntek délután Magyar Kanizsán az adventi vásár. Gyermekelőadásokkal és játékokkal várták a legkisebbeket, a felnőtteket pedig kirakodóvásárral, forralt borral és ünnepi műsorral. Megtartották a hagyományos Mikulás futást is. Idén a közel 200 futó a Vigadó épülete elől startolt el. A karácsonyi kavalkád szombat délután is folytatódik. Szombaton Mácsai Mónika által nagymama mesél, a közkedvelt karácsonyi mesékkel fogja elkápráztatni a gyerekeket, és mindemellett ugye a vásárban már jól megszokott kürtős kalács, illetve ugye gasztronómiai kínálattal is készültünk, ezen kívül ugye süteményeket fogunk kóstoltatni az ide látogatókkal, az idén a hókiflé és a mézes krémes lesz, amit megkóstolhatnak, valamint a Becsei Lefi leány zenekar, igazából akik most először vannak itt Magyar Kanizsán, ők fognak nekünk szombaton zenélni itt a városi téren. Egy pontot szerzett a TSC a Kragujevaci Rádnicski vendégeként. Az első fél időben a vendég topolyai csapat nem tudta mezőfölényét helyzetekre váltani. Ha pedig ez sikerült, akkor a hazai a kapusa remekül reagált. A második játékrész elején Sasa Jovanovic csentel Simovictól a labdát, de hiába került szemtől szembe a hazai a kapusával, Lekovic egy bravúrral megakadályozta, hogy a vendégek megszerezzék a vezetést. A hajrában az emberelőnyben játszó TSC sorozatban dolgozta ki az akció, de a csereként beállt Sós Bence kemény lövését is hárította a kapus, a kipattanót pedig a védők rúgták ki a gólvonal előtt. A TSC 33 ponttal a harmadik helyen áll a szerb szuperligában, a topolyai csapat szerdán utazik Athénba, ahol az Európa Liga A csoportjának utolsó fordulójában a görög Olimpiakosszal méri össze erejét, utána pedig a szerb bajnokságban a Javor Matiszt fogadja. Eddig tartott a híradó, érkeznek ismét a nap fontosabb hírei címszavakban. Jövő szerdán találkoznak az Európai Unió vezetői, valamint a nyugat-balkáni országok képviselői. A térség uniós integrációjáról egyeztetnek a politikusok. Emelkedik a nők nyugdíjkorhatára Szerbiában. Jövő vasárnap választunk, dübörög a kampány országszerte. Örök nyugalomra helyezték Guba Évát, a Pannon RTV újságíróját. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Még több hír várja önöket a pannonrtv.com-on. Folytassák velünk az estét. Viszontlátásra!